Balázs Béla. Ő írta a szövegét Bartók Béla két színpadi művének, a Kékszakállú hercegvárának és a Fából faragott királyfinak is. Miután a szöveget Bartók megzenésítette és bemutatta, éveken át alig komponált. 1915 körül kezd úrrá lenni alkotói válságán, ekkor születik meg a Fából faragott királyfi című táncjátéka, amelynek színre vitele idején is, ugyanúgy, ahogy a Kékszakállónál, Bánffy Miklós volt az operaház főigazgatója, aki nem csak dúsgazdag gróf volt, hanem író, külügyminiszter, díszlet, valamint jelmeztervező, és még sorolhatnánk a titulusait. Az, hogy Bartók színpadi művei közönség elé kerülhettek, neki is köszönhető. Bánffy Miklós tehát hitt Bartókban, bár Balázs Béla szerint azért is engedte színpadra például a Fából faragottat, hogy ő, tehát Bánffy tervezhesse meg a díszletet. És a sikert az egykori igazgató vaskos pénztárcája is segítette, saját zsebből fizette ugyanis a plusz próbákat, szintén a Fából faragottnál, amelynél Bartók újszerű zenéje a zenekari tagok felháborodásához vezetett. Olyannyira dühítette őket a bemutató lehetősége, hogy a kotta szélére trágár mondatokat írtak. De a rendezés és a koreográfia megalkotása sem haladt egyenes pályán. A premier előtt hirtelen passzivitást mutató balettmester Cőbis Ottó helyett Balázs Béla alkotta meg a koreográfiát, hogy a darab színre kerülhessen. Így fonódik tehát össze Bartók Béla, Balázs Béla és Bánffy Miklós históriája, a magyar és az egyetemes zenetörténet két remek művének világhíressé válása kapcsán.